Beverly Hills-i Zsalu című film főcímdalával kezdődött a Fortissimo Jazz Orchestra koncertje a Petőfi Művészeti Liget program sorozatának újabb előadásán. A zenekar több ismert popslágert, népdalt vagy éppen filmzenét is műsorára tűzött ligetbeli fellépésén. Mint azt a zenekar frontasszonya, Kuna Valéria elmondta, műsoruk több stílust ötvöz, de alapját a zenekar magját alkotó fúvósok okán a jazz rock jelenti. Az utóbbi évtizedekben egy kicsit leáldozóban volt ennek a stílusnak a csillaga. Mi annak tudtuk be, hogy inkább két-három fős zenekarok alakultak, ugye anyagi megfontolásból is, és akiket kiraktak a zenekarból elsőként, az mindig a részfúvós szekció volt. És részfúvós szekció nélkül jazz rockot játszani nem lehet, mivel mi négyen az alapítók részfúvósak vagyunk, ezért magunkat nem rakjuk ki a zenekarból. Így hatodik haszakad, mint egy misszió visszük tovább ezt a műfajt. Hangsúlyozta, ennek ellenére nem határolható körül a zenekar által képviselt stílus egyetlen zenei műfajjal. Vannak funkis dalaink is, sőt lesznek jazzes népdalfeldolgozások, vannak saját dalok, szintén funky, jazzrock stílusban. Szerintem nagyon sok stílusban alkotunk, mert magunk is sok zenét szeretünk. Egyébként, ami most szól a háttérben, az is egy igazi jazzrock klasszikus, a Kaméleon. És feldolgozások, saját dalok, mindent kipróbálunk. A Petőfi Művészeti Liget sorozatának következő előadása a Kullai Tímea, az egyik televíziós tehetségkutató 2013-as döntősének akusztikus koncertje lesz a Zenepavilonban.